Sri Chaitanya Manobhishtam Stabitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Ez az ima Srila Rupa Goszvámit dicsőíti. Azt mondja róla, hogy ő alapozza meg azt, hogy az Úr Chaitanya vágya itt megvalósulhasson a Földön. Most az ő könyvéről fogok beszélni, a tanítások nektárjáról, és egy léptetőzőben, aminek itt látható a második magyar kiadása, amit 2015-ben nyomtattak ki, és mára már elfogyott, úgyhogy nekem az a karmám, hogy ma olyan könyvekről beszéljek, amit nem lehet kapni. De ez a könyv is elérhető a vedabase.com honlapon, ugyanazon a honlapon, amelyet az előző előadásomban mutattam. Ezen a felületen Srila Prabhupád minden könyve elérhető angol nyelven. A könyvet őisteni kegyelmes Srila Prabhupád fordította le angolra, és látta el magyarázatokkal. Rupa Goszvámi 11 verset írt, egy igen rövid kis könyvet alkotott ez esetben. Srila Prabhupád viszont nagyon hosszú magyarázatokat írt hozzá, és amikor ezt a művet tanítom, akkor mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy ez a könyv, ez a bhakti jogának a tankönyve. Ahhoz, hogy valaki megértse Srila Prabhupádnak a fordítását és a magyarázatát, fontos szem előtt tartania azt, hogy Rupa Goszvámi kifejezetten a baktáknak szánta ezt a könyvet, a bhakti jogáról írt, és Srila Prabhupádnak is az volt a célja, hogy az emberek megismerjék és gyakorolják a bhaktit. Tehát ez volt ennek a könyvnek a lefordításával és a magyarázatokkal való ellátásával a célja. A jogának több ága van. Ugye a karma joga az a cselekvésre összpontosít, az Istennek bemutatott áldozatokra, illetve a jó cselekedetekre. A Bhagavad Gita-nak két fejezete is foglalkozik ezzel a karma jogával. A jnana joga az a tudásra összpontosít, arra a tudásra, amelyet az Upanishadokban találhatunk meg, erről beszéltem az előső előadásomban. A jnana joga a meditációra összpontosít, a bhakti joga pedig az Isten szeretet elérésének és gyakorlásának a jogája. A bhakti jogának több különféle iskolája van. Négy fő iskolát szoktunk megemlíteni. Itt most a képen azoknak az ácsárjáknak, szent tanítóknak a neve látható, akik megalapozták ezeket az iskolákat, vagy ha nem is ők alapították ezeket az iskolákat, de ahogy ma ismerjük ezeket az iskolákat, ez az ő munkásságuknak köszönhető. Ők határozták meg azt, hogy milyen lelki gyakorlatokat folytassanak az iskoláknak a követői. Ők hangsúlyoztak bizonyos filozófiai pontokat. Az első ezek közül Visnuszvámi volt az időszámításunk előtti 3. században. Valójában manapság az ő iskolájáról nem sokat tudunk. Visnuszváminek a tanítása nem ismert olyan mértékben, vagy nem maradt fel olyan széles körben, mint a többi utána következő ácsárjának a tanítása. A négy ácsárja közül talán Rámánudzsa és Madva az, aki a leghíresebb, és akit a nyugati tudomány is számon tart, és Visnuszvámi az, akivel az indológusok a legkevesebbet foglalkoznak. Nimbarka ácsárja egy ilyen köztes helyzetben helyezkedik el,
van róla információja az indológusoknak, de nem írnak túl sokat róla. Az ő életének az időpontja is a feledés homályába merült. Ami itt látható, a 12.-13. század az egy legvalószínűbb becslés. Általában ez a jellemző, hogy az indiai szenteknek az életéről, az élet történetéről, hogy pont mikor születtek, nagyon megbízhatatlanok a források, és nagyon sokszor előfordul, hogy lehet tudni azt, hogy egy ácsárja csütörtökön született, és hogy melyik hónapban, de hogy melyik évszázadban, azt nem lehet tudni. Más dolgokra fókuszáltak annak idején. Itt az a három kép, amit lehet látni, az első a Zámánuzsácsárjának a képe, a második Nimbárkácsárjának, és a harmadik, az pedig Madvácsárjának a képe. Madvácsárjának a szampradájához tartozik a bengáli Vaisnava tradíció, erről a mai napon már szó volt. Madhavendra Purit lehet elsőként megemlíteni itt, aki megmutatta az Isten szeretetnek azt az extázisát, amelyet aztán ez a tanítványi láncolat tanít és ápol. És a szampradája ugye legfontosabb alapja Sri Krishna Chaitanya, az Úr Chaitanya Mahaprabhu, Krishna saját maga, aki azt tanította meg a világnak, hogy hogyan kell őt szeretni. Az előttem való előadásom már szó volt a hat Goswamiról, ugye Sanatana Goswami volt közülük a legidősebb, de Rupa Goswami az, akit a Goswamik vezetőjének tartanak számon, és a bengáli Vaisnava szampradáját Rupanugának is hívják, ami azt jelenti, hogy aki bele akar tartozni ebbe a tanítványi láncolatba, neki el kell ismernie és követnie kell Sira Rupa Goswaminak a tanítását. Ugye most mi a Vrindávanai hat Goswamiról beszélünk, úgyhogy megmutatok egy pár képet Vrindávanáról. Itt látható ez a piros pont, itt ahol a csúcsa van, itt helyezkedik el Vrindávana a Google térkép szerint, és láthatjuk, hogy a Goswami, Rupa és Sanatan Goswami Bakla Chandra Dípában születtek, az itt a mai Bangladesnek a területén van, és aztán később Rámakélibe költöztek, és majd onnan vándoroltak el Sri Vrindavan Dhamba, tehát elég nagy utat tettek meg. Ez a pár kép, ez a mai Vrindavanát mutatja meg, ami nagyban különbözik attól, hogy hogy nézett ki ez a hely a Goswamiknak az idején, amikor az első Goswamik, Lokanath Goswami volt az első Goswami, aki Vrindavanában érkezett, és Bugarba Goswami, ketten mentek el Vrindavanába, akkor dzsungel volt az egész mostani Vrindavana területe. Itt egy pár templomot lehet látni, illetve a Yamuna folyót, Vrindavanának a folyóját, és itt pedig az alsó képen azt látjuk, hogy valamikor a folyó messzebb folyt a mai medrétől, ugye ezek azok a fürdőhelyek, amelyek annak idején 500 éve még a folyó partján helyezkedtek el, és ott látunk a Rádraman templomnak a belsejét, ezen a másik képen pedig a Krishna Tudati Hívők Nemzetközi Közösségének, az ISKCON-nak a vrindávanai székhelyét lehet látni. Az, hogy ezek a templomok felépülnek, hogy itt imádják Krishnát, az elsősorban a Goswamik tevékenységeihez, kevésséghez fűződik, ugye, Rupa Goswami találta meg Govindaji-nak a murtiát, ez a templom, ez Govindaji-nak az eredeti temploma. Az édesapját Kumara Dévának, az édesanyját Révatinak hívták, és az eredeti neve Amara volt, később majd Sri Chaitanya Mahaprabhu adta neki a Rupa nevet, és
Alauddin Huszein Sahnak az udvarában szolgált ő is, és a bátyja Szanátana Goszvámi is. Nem önként tették ezt. A Navab megfenyegette őket, hogy ha nem szegődnek a szolgálatába, akkor megöli a brámanákat és elűzi a vajsnavákat a területről, és mivel tudták, hogy a hataloméhes uralkodó betartja a fenyegetését, ezért inkább a Navabnak a szolgálatába szegődtek. Először a két fivér 1414-ben találkozott Rámakéliben, Sri Chaitanya Mahaprabhuval, és ekkor már szerettek volna az Úrnak a szolgálatába szegődni, de Chaitanya Mahaprabhu türelemre intette őket, és Rupa Goszvámi nagyon hamar meg tudott szabadulni a világi állásától ezután, és 1515-ben, tehát elírtam a számot, 1515-ben már Prajágnál személyesen tanítja őt Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goszváminak az egyik legfontosabb feladata az volt, hogy írjon könyveket, amelyben a baktiról tanít. Hát nagyon sokféle könyvet írt, és mindegyik könyvében a baktiról tanít, de kiemeltem most ezek közül hármat, és ezt a hármat kifejezetten lehet a Bhakti Yoga tankönyvének nevezni. Az egyik az Upadesamrita, amiről én fogok beszélni. A következő előadás a Bhakti Rasamrita szinduról fog szólni, és a harmadik könyv, az Ujjvala Nilamani, az a Bhakti Rasamrita szindunak a folytatása. És most törleszteni szeretném egy adósságomat is az előző előadásomról. Itt most Srila Prabhupádnak a fordításáról is szeretnék, és a fordítói kommentátori munkájáról is szeretnék egy kicsit beszélni. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán a tananyagunknak az egyik legfőbb részét Srila Prabhupádnak a könyvei teszik ki. Az első előadásomban idéztem Madhvácsárját, hogyan határozza meg az Isopanisádnak a témáját, és hogyan világít arra rá, hogy kinek az imádatáról is beszél az Isopanisád, de nem említettem meg, hogy Srila Prabhupád átveszi Madhvácsárjának az értelmezését természetes módon, hiszen Srila Prabhupád is a Madhva Gaudiya Vaishnava szampradájába tartozik, Madhvácsárjának a szampradájába, és rajta keresztül kapjuk meg Madhvácsárjának az üzenetét, Madhvácsárjának a tanítását. Kiválasztottam egy verset az Upadesamritából, a második verset. Ez a vers, ez szinte szó szerint benne van a Hatha Yoga Pradipikába is. Az volt a jellemző a Goszvámik munkáira, hogy a szentírásoknak a verseit összegyűjtötték és beleépítették a saját műveikbe. Néha egyenesen a szentírásból idéznek, néha más ácsárjáknak a műveit is beleépítették a műveikbe. A Hatha Yoga Pradipika az körülbelül egy időben keletkezett az Upadesamritában, és két olyan verse is van, ugye ez a Hatha Yoga Pradipikában itt ez az 1.15-ös, és a következő az 1.16-os vers, az pedig az Upadesamritának a harmadik versszakához hasonlít nagyon, egy kicsit kevésbé szorosan követi a szöveget, mint ez a vers. Itt, hogyha megnézzük ennek a két versnek a szanszkritját, akkor pusztán egy szó van a két vers között, ahol Rupa Goszvámi baktit ír, amit Srila Prabhupád odaadó szolgálatnak fordított, ott Svatmárama Muni jogát ír. Tehát van egy magyar fordítása a Hatha Yoga Pradipikának, a Hatha Yoga lámpása, az a címe, és ez a,
ez a fordítás így fordítja le a verset, hogy túlzott táplálkozás, erőlködés, fecsegés, fölös szabályokhoz való ragaszkodás, emberek társasága és álhatatlanság. Eme hat dolog teszi tönkre a jógát. Ugye ugyanaz a vers, Sadbir Bhaktir Prasidyati, ez Rupa Goszváminak a sora, azt mondja, hogy hat dolog, illetve Vinasyati, hat dolog pusztítja el a Bhaktit, Svatmáráma Muni pedig azt mondja, hogy Sadbir Jógó Vinasyati, hat dolog pusztítja el a jógát. Ha beszéltem arról is az előző előadásomban, hogy sajnos a mai ember már nem abban a kontextusban él, hogy meg tudná olvasás útján csak egyszerűen azáltal, hogy elolvassa, érteni ezeket az ősi szövegeket. Ez az Upanishadokra hangsúlyozottan igaz, hiszen azok nagyon kétértelmű szövegek, de más szövegek esetében is kell, hogy valaki tolmácsolja nekünk, egy olyan ember, aki ismeri a kultúrát. Ha megnézzük a két fordítást, akkor azt látjuk, hogy Srila Prabhupád a Rupa Goszvámi szavait explicitálja, elmagyarázza azt, hogy mit is ért egyes szavak jelentésén. A Hatha Yoga Pradipikának a magyar fordítói, ők ilyen minimalista fordítást csináltak, egyszerűen csak lefordították a szavakat, és a fordítás az majdnem szó szerint követi az eredetit. Egy úgynevezett fordítási univerzálé az explicitáció. A fordítók általában törekszenek arra, hogy a célközönség számára érthetőbbé tegyék a szöveget, és hogyha úgy gondolják, hogy az adott szöveget szó szerint lefordítva valami kimaradna az üzenetből, akkor ezt megpróbálják belefoglalni a fordításukba. Hogyha megnézzük Srila Prabhupádnak a fordítását, akkor ezt figyelhetjük meg az ő esetében is. Ugye ő úgy fordítja le ezt a verset, hogy az ember odaadó szolgálata megsemmisül, ha túlságosan belebonyolódik a következő hat cselekedetbe. Itt már megmutatkozik ez az explicitáció. Srila Prabhupád azt írja itt, hogy odaadó szolgálat. Itt az eredeti szó a bhakti, ami önmagában odaadást jelent. De Srila Prabhupád valamit hangsúlyozni akar. Azt, hogy ez a bhakti, ez nem csak egy érzésben nyilvánul meg, ez nem csak a meditációban nyilvánul meg, hanem a bhakti, az odaadás érzése, az tettekre sarkalja a jógit, a bhakti jógit, a bhaktát, és szolgálni fogja Krisnát. És akkor így sorolja fel ezt a hat dolgot. A szükségesnél több evés, vagy a szükségesnél több anyagi dolog felhalmozása. Ugye itt a másik magyar fordításban annyit látunk, hogy túlzott táplálkozás. Egyrészt ez itt van Srila Prabhupádnak a fordításában, viszont azt is elmagyarázza, hogy itt a táplálkozás az nem csak evést jelent, hanem itt a táplálkozás képviseli az anyagi dolgoknak a felhalmozását is. Ugyanez a dolog elmondható az Isopanisádnak a versére is. Ott is az első versben, a bunjita, ez jelentheti azt is, hogy az ember élvezze azokat a dolgokat, amiket Istentől kap, de a bunjita az jelentheti azt is, hogy valaki csak éljen abból, amit a koldulás során kap. És hogyha tovább követjük a verset, akkor mindig megfigyelhető ez az explicitáció, és itt van egy nagyon fontos mozzanat, amit Srila Prabhupád mond. Azt mondja, hogy az ember odaadó szolgálata megsemmisül, ha túlságosan belebonyolódik ebbe a következő hat cselekedetbe. Itt ez a túlságosan szó, ez nagyon fontos. Ugye nem arról van szó, hogy ha egyszer valaki véletlenül sokat eszik, akkor ő elfelejtheti a bhakti jogát. Vagy véletlenül mond valami felesleges dolgot, akkor az ő odaadó szolgálata az megsemmisült. Srila Prabhupád megvilágítja, hogy van egy bizonyos határ, van egy mérték, amin nem szabad átlépni, mert akkor történik meg ez a dolog. Hogyan épül fel az Upadesamrita? Itt most megpróbáltam egy-egy szóval, vagy szókapcsolattal
megfogalmazni a verseknek a témáját. Az első négy vers látható dolgokról beszél. Mit lehet látni egy baktának a viselkedésén, amikor a lelki életet gyakorolja? Az 5-től a 8. versig a láthatatlan dolgokról hallunk, arról, ami a baktának a szívében, az elméjében van. A 9-től a 11. vers pedig a híveknek és a szent helyeknek a hierarchiáját, a szenteknek és a szent helyeknek a hierarchiáját mutatja be nekünk. Ki tudja alkalmazni a saját életében ezt a tanítást? Az első négy versnek a tanítását minden jógarendszernek a követője magáévá valhatja, magáinak valhatja, ugyan Rupa Goszvámi beleírta ezt a bhakti szót a második versbe is, és a harmadik versbe is, de amit egyébként leír ezekben a versekben, azt minden jógarendszer követőjének gyakorolni kell, nem véletlenül, hogy a hatha jóga pradipikában is megtalálható ez a második és a harmadik vers. Az 5. verstől kezdődik el az a tanítás, ami kifejezetten csak is a bhakti jógára jellemző, itt a szövegből, a bhajantam isam szókapcsolatból kiderül, hogy itt már ezek a részek csak Istennek a szolgálatával szolgálatának a fényében értelmezhetők, és aztán az utolsó versszakok, a 8. versszaktól kezdve olyan tanításokat tartalmaznak, amelyek kifejezetten a bengáli Vaisnava iskola követői számára íródtak. Az előbb említett szampradáják, mint például Rámánudzsácsárjának a követői, vagy Madvácsárjának azok a követői, akik nem tartoznak bele ebbe a bengáli iskolába, ők nem érdeklődnek azok iránt, a dolgok iránt, amelyekről Rupa Goszvámi ezekben a versekben ír. A kezdő jógi számára az első négy vers a legfontosabb, mert ez a négy vers alapozza meg, ez a négy vers teszi az embert alkalmassá a bhaktinak a gyakorlására. De az igazán bhaktihoz köthető gyakorlatok az 5. verstől kezdődnek, és az első négy versben felsorolt dolgokat azért kell gyakorolni, hogy az ember végre elkezdhesse a lelki életnek a lényegét, Isten odaadó szolgálatát. Az első versben Rupa Goszvámi az önfegyelemnek a fontosságáról beszél, és 6 kategóriáját állítja föl az önfegyelemnek. A második versszakban 6 olyan hibát mutat meg, amit hogyha elkövetünk, ugye ezt a versszakot mutattam meg az előbb a két fordításban, akkor az megsemmisítheti az odaadásunkat. A következő versben szintén a 6-os számnál marad, és 6 olyan dolgot sorol fel, ami segíti az embernek az odaadó szolgálatát. A második és harmadik versben már beszélt a társaságnak a fontosságáról, el kell kerülni a rossz társaságot, és az embernek a jó társaságban kell élnie, a jó társaságot kell követnie. A 4. versszak szól arról, hogy az ember hogyan építsen ki jó kapcsolatokat a vaisnavákkal, hogy ezáltal megkaphassa az áldásukat, és sikeresen tudja gyakorolni a bhakti jógát. Az 5. vers egy kicsit még ehhez a témához kapcsolódik, és az etiketről beszél, hogyan kell a vaisnaváknak egymással viselkedniük. Meghatározza azt, hogy a kezdőknek hogyan kell a haladókkal, a haladóknak a fejlett vaisnavákkal viselkedniük. És aztán a 6. versben a szentnek a helyzetéről beszél, arról, hogy olyan ő akár a Ganges folyón, ha itt látjuk az anyagi világban, és lehet, hogy néha a Ganges folyóban is annyi minden kosz úszhat, annyira tökéletlennek nézhet ki, de amiatt, hogy az Úrnak a lábát megérintette, amiatt a Ganges folyó örökké tiszta. Mivel az Úr hívei is örökké az Úr lábainál tartózkodnak, őket is tökéletesnek kell tekintenünk. És
így egyre jobban belemélyed az odaadó szolgálatának a tanításába, még eljut odáig, hogy hogyan eljut odáig, hogy a legfejlettebb híveknek hogyan kell gyakorolnia az odaadó szolgálatot. Tulajdonképpen ez a 9-10-11. Vers, ez erről szól, hogy akik igazán fejlettek az odaadó szolgálatában, ők éljenek azokon a helyen, ahol az Úr Krisna megjelent, mert az ő szolgálatukat ez segíti a legjobban. Tehát az az üzenet, amit átad nekünk, három részre lehet osztani. A kezdőknek azt mondja, hogy uralkodj magadon. A haladó vajsnaváknak azt mondja, hogy énekeld állandóan az Úr Krisnának a nevét, és így fogsz fejlődni. És a legfejlettebb vajsnaváknak pedig azt üzeni, hogy a világon azok a legszerencsésebb lelkek, akik a Rádhákund partján élnek, Vrindávanában, annak a tónak a partján, ahol az Úr Krisna a legkedvesebb társainak a körében a kefteléseit végezte. Köszönöm szépen a figyelmet, Hare Krishna!